Kellemes délután kívánok mindenkinek. Ja, délelőtt még úgy volt, hogy majd Rainbow Six-ezni fogok, viszont nem vett rá a lélek, hogy most azzal a játékkal játszok. Viszont eszembe jutott, hogy nekünk automata farmokat kellene készítenünk ebben a játékban. Úgyhogy ma ezzel fogunk foglalkozni. Építünk, vagy megpróbálunk építeni egy kevés automata farmot a Minecraftban. Úgyhogy elsősorban megyünk és megnézzük, hogy pontosan nekünk mennyi falusink is van. Minden igaz, nem túl sok, talán 4 darab. Ebből ráadásul egy még kicsi, úgyhogy az első pár percben ezzel fogunk foglalkozni, valamint majd azzal, hogy valahogy ezeket a falusiakat ki is tudjuk szedni majd onnan. Szerintem krumpliból egész jól állunk. Krumplit fogunk nekik most bedobni kajának. Túl sokat nem bírtunk felszedni, de ennyi bőven elég lesz nekik ahhoz, hogy elkezdjenek még egy kicsit a gyerekprojekttel foglalkozni. A srácok. Közben mondjuk az automata, vagy félautomata hús termelésünkkel is elkezdhetünk foglalkozni, amíg itt a ők itt ügykezelnek. De tudom én ezt olyan ide dobni? Nem. Akkor tessék! Ja, 5-en vannak már. Na, még jó. Úgyhogy az automata kaja farmunkat elkezdjük most építeni. Mondja, hogy az állatokhoz nekünk 3 darab állatfajunk van, úgyhogy 3 darab hopperre lesz szükségünk. Ó, de dispenzert is csinálni kellene. Ahhoz pedig így is kell, de ha minden igaz, azt is tudunk kraftolni. 3 vödör víz, meg építő blokkok kellenek majd nekünk. Ugye? Igen. Úgyhogy ki kellene alakítani, meg el kéne dönteni, hogy nagyjából hova kéne ezt rakni. Így a fele vasat azt innen ki is veszem. Már csak az a kérdés, hogy ténylegesen az a hegy legyen a házunk, vagy legyen igazából több ilyen szint. Tehát igazából magát a falut kihasználni, és így elhelyezgetve random helyeken legyenek a bónmélem, ha minden igaz nincs, viszont azt tudnánk csinálni. Hogy elmegyek azért a azért a komposztálóért, mert ha már van ilyen sötét fánk, akkor aha, tehát akkor itt már nincs. Kérdezem azt, hogy hova lett? Igen, mert itt túrtuk le, hogy majd itt lesz a búzafarm. Meg a répa és a krumpli. De akkor hova tehettem a komposztálót? Nem, mintha sokból tartana kraftolni egyet, de hát ötletem sincs, hova tettem.
Csak véletlenül sincs nálam se. Na mindegy, hát akkor ebből mindjárt craftolunk le egyet. Csak tudnám, hogy kell. Így kell. Nagyon jó. Akkor annyit megcsinálunk, hogy most alszunk egyet. Csinálunk majd oda egy ilyen félautomata komposztálót. Még mindig nem itt laksz, hanem egyel arrébb. Csinálunk egy félautomata komposztálót. Lehet, hogy a vasunkat mégse erre kellene most még egyelőre pazarolni, mert olyan sok nincs. Ennek is innen a felét kiveszem. Akkor csinálunk. Pont 2 darab hopperre lesz szükségünk. És lesz még szükségünk. Egy darab, 2 darab chestre. Így, erre van még, meg erre. Jó. Akkor tényleg azon gondolkozom, hogy oda felköltözzünk, ugráljunk állandó jelleggel, vagy legyen akkor a falu teljesen kiépítve. Legyen a falu kiépítve, aztán más nem, hogyha már kellő mennyiségű cuccunk van, akkor oda is költözhetünk, de most úgyis egyelőre itt lesznek ezek a termelői részek. Mondja, hogy kell nekünk egy ilyen, kell nekünk egy hopper, kell nekünk ez, kell nekünk ez. Kell nekünk így ez. És így, ha minden igaz, akkor meg is vagyunk. Mindjárt úgy is van búzánk, úgyhogy tesztelhetjük is a folyamatot. Na jó. Még egy búza. Egy, né. Jó. És akkor ezek így most már nagyon jó. Akkor már így legalább fél automatán a bone mealt azt gyártjuk. A búzát egyelőre meghagyom, mert úgyis nem sokára az állatok is egy helyre fognak kerülni. Kb. Már azért mindegyikből van annyi, hogy a következő... Ezt a termelsz? Fram se tudja mi. Kell egy kis idő még belendül. Nem tudom, hogy ez az Iron Golem. Elméletileg ennek nem kellene bezavarni, mert ez bőven messze van 10 blokknál. Vagy messzebb van. Akkor kérdés az, hogy az állatfarmot miből csináljuk meg, azt mondja, hogy akkor ehhez kell nekünk. Egyrészt az, hogy lepakoljunk minden felesleget most már innen. Jó. Maradhat építőblokknak, maradhat az is. Jó.
Akkor ezeket felhasználjuk. Azt mondja, hogy kell ugye a három darab hopperhez három darab chest. Így. Kell három darab chest annak érdekében, hogy begyűjtsük az itemeket. Igen. A hoppereket már le is gyártjuk. Ide. Megvannak, jó, még kell kettő darab vödör. Így, ez is megvan, egy vizes vödör is megvan. Azt mondja, hogy kell három darab ívesző. Nem ívesző, nyíl. Egy, kettő, három, egy, kettő, három, egy, kettő, három. Akkor így kell cobblestone, meg kell egy kevés redstone. Most csak az a kérdés, hogy dispenser. Dispenser miből tudunk csinálni? Nekünk nem dropper, hanem dispenser kell. Ebből kell három. Igen. Jó, és kell akkor sütünk, kell pressure plate. De ebből lehet csinálni, nem? Kettő, egy, kettő, egy, kettő. Ebből meg már lehet csinálni. Jó? És akkor ugye építési blokkok is fognak kelleni, na akkor most már csak az a kérdés, hogy na mégis miből csináljuk meg, akkor lehet, hogy mégiscsak bedobom ezt a maradékkövet, és majd valami ilyesmiből lesz megcsinálva. Itt van Dark Oak Log. Hát szerintem egyelőre marad így. De valami olyan kajánk még, amit be tudnánk dobni a falusiaknak. Répából nincs sok, ezt mérhetetlen mennyiségű magot meg elvihetjük. Egy stacket hagyok. De ezt a rengeteg magot elvisszük oda a bone meal farmba. Légy jó szíves beindulni? Szerintem annak érdekében, hogy az állatokat ne kelljen olyan messzire elvinni, ezt pedig ide fogjuk megcsinálni. Valahova. Egyszerűsíthetnénk is. Szerintem majd annyit fogunk csinálni, hogy kb. Ide tesszük a malacokat. Ide tesszük a birkákat, és ide tesszük a teheneket. Nagyjából. Hát igazából amúgy majdnem mindenünk is megvan hozzá. Itt valami égett. Ugye? Nem. Akkor nem tudom, mit láttam. És annyi, hogy majd onnan egy hidat ideépítünk, hogy azonnal át tudjunk majd ideugrálni. Ez így nem jó, hogyha ti így csak így random tereptek egyébként, mert az ott akkor nem lesz annyira effektív. Én nagyon örülök nektek, hogy ti itt véditek a falvakat meg egyebek, de oda kéne. Jó, azt mondja, hogy akkor nem. Így, ebből is megvan a három. Csinálunk stone bricket. Jó,
mondja, hogy ezt ide dobjuk, mert ez most nem fog kelleni egy ideig. Kettő darab Iron Golem, zseniális. De gondolom, hogy nem innen sétálgatott el, hanem ott a falusi szaporító miatt. Most ide minek jöttem. Úgyis mindjárt alhatok, mert gyakorlatilag megy le a nap. Utána akkor neki látunk a focáknál ezt a helyet kialakítani. És mindjárt addig megnézem, hogy smokert hogy kell csinálni kajában. Gondolom, ahhoz egy darab cobblestone-ra lesz szükség. Smoker elméletileg gyorsabban kész van a husi. Hát úgy. Ha ez. Ja, ennyi. Akkor valószínűleg ebbe fogjuk majd belevezetni a húsit, amit megtermelünk. És akkor kiszedjük. Van 12 darabunk, akkor még viszünk egy adag fát. Akkor fából és ilyen kőből fog majd épülni. Kezdjük el akkor a malacoknak a helyét kialakítani. Legyen. Ide fognak besétálni. Meg úgy kialakítani, hogy mondja, hogy ide kellene, hogy felugráljanak, tehát ezen a platformon fognak állni. Nem, várja, hogy van. Mondja, hogy ide jön. Ide jön a chest. Ebbe jön egy hopper. Igen, ezen a platformon állnak, innen oldalról küldjük be nekik a vizet. Igen. Innen oldalról küldjük be nekik a vizet, akkor ők ott elkezdenek felugrálni. Igen. Most az a kérdés, hogyha én oda leteszek egy pleasure plate-et, amit nem tudom hova tett ide, jó, akkor így működik. Csinálunk még egy sávot.
igazából majd le tudunk jönni. Így ide. És akkor meg fel tudjuk majd nyitni a dolgokat. Nagyon jó. Na, azt mondja, hogy akkor ilyen fából lesz megcsinálva a szélei. Ezt ide tesszük. Mondja, hogy akkor mindjárt hozunk ide. Hoppá. Most várják. Ha ők ott állnak azon, bejön a víz, és akkor elkezdenek ide felugrálni. Még van idő, mi kipróbálhatjuk, tehát ők így. Figyelj, ha én nem tudok felugrani, akkor elvileg ők sem fognak tudni. Plusz még ide a te fejük felé teszünk majd egy kerítés darabot. Hogy elméletileg jó lesz. Akkor hozzunk kerítést. Azt meg nagyobb értelme lenne ide tenni, nem? Bár mondjuk amúgy teljesen tök mindig. Jó, hozzunk kerítést. Még talán van egy pár darab. Hol van még? Jó lesz ez a kevésbé sötét. Meg répát is hozunk. Ezt meg onnan felszedjük. Mondja, hogy akkor 1-2-3, így itt ezt egy körbe. Egyelőre ezt felszedjük. Majd utána kilódunk vele. Így, né? Nagyon jó. Most egyelőre nem fog kelleni. És ha ide állok és répát veszek a kedve... Hova többet? Ennyi! Ti iszonytató jó fejek vagytok, tehát az a kettő, aminek kellett lennie, az belement. Aha. Csak elkezdtek belepottyogni, nem? Jézusom, mennyi coca. Szevasztok, cocák. Na most akkor így ezt elvesszük a kedveteket tőle. Kedjetek el belepottyogni. Pottyant még bele? Nem. Nem hiszem mi. Futás vissza. Azt a mindenit. Aha. Nem így kellett volna, hanem amúgy. Nem kell mindenkinek, tehát... jó. Tehát már ennyi malacsal is tök jól el vagyok. Menjetek bele, tehát úgy bele kéne potty. Mert ennyit már azért könnyebben felszaporítunk. Pottyanj bele, esd bele, esd! Jó, még egy benne van. Ez talán már 3. Még esett 4. Be. 5.
Hogy menj oda bele. Hat. Gyere, coca. Tudom, hogy szeretnél répát tenni. Ott van lent répa. Pottyanj bele! Menj bele! Nem olyan nehéz. Ott állsz a szélén. Most 7 vagy 8. 7 vagy 8 van benne. Légy szíves, te ne nehezítsd meg a dolgom. Legyél te is aranyos úgy, mint a többi volt eddig. Jó, akkor ezt innen most kiszedjük, és akkor beinvitáljuk a következő adagot. Nagyon jó. Gyertek, cocák! Nem, 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 nem megy ki mindenki. Mindenki nem megy ki. Jó. Nem kell összeveszni, csak essetek szépen egymás után bele. Értem, hogy mindenki előbb bele akar menni abba a gyönyörű lyukba, de csak tolongtok oda, akkor nem lesz jobb. Én belemennék. Jó. Hát, ha így. Ne is haragudj meg, de te ott a sarokba felfogtad az egész sort. Itt vagytok négyen, egy csak bele akarna menni. Mindenki bele akar menni, azt látom, csak ez a bajom, hogy egyszerre akartok belemenni mindannyian. Na, 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 na. Te onnan menj arrébb. Jó van, mondjuk. Egy napot elcsesztem arra, hogy ti kilódjatok. Jó van, mondjuk már bent vannak. Ah! Nagyon jó. Szépen beleblattyogsz te is oda, abba a lyukba. Jó van, vannak már egyébként annyian benne, hogy hogy most már termelhetünk saját részre is húst, úgyhogy egyelőre így okék vagyunk. Így. De jöhet egy fákja, csak hogy ki legyenek világítva, egy gyors alvás. És utána akkor a marhák jönnek. Egy gyors alvás. Előbb azt el tudjuk kezdeni csinálni, hogy ezzel a 7 darab répával elkezdjük őket felszaporítani. Majd megnézzük, hogy maga a dolog az működik-e. Vigni akkor a plesserpét ide. Feljöttek. Nagyon jó. Jó. És vissza. Elvileg akkor működni fog a dolog. Majd ezt utána kicsit kipakoljuk. Hát és akkor cocáim, egy szörnyű hírem. Ti vagytok azok, akikből most hami lesz sajna. Bocsánat, igen, nem akartalak. Jó. Hát akkor a kerítést most már innen visszaszedjük, mert akkor emellé fognak, majd melléjük jönnek a pocik.
Jó. Ti akkor itt el vagytok szerencsére. És lehet, hogy akkor elrébb tesszük a bocikat. Akkor nem közvetlen melléjük, hanem akkor... És akkor ott lesz a... Majd itt csinálunk még meg annyit, hogy... Hát ott lesz akkor a... Itt lesznek a bocik. Ugye ezen a platformon fognak állni. Ugye? Várjál. Nézzük már, hogy nem elfelejtettem. Azt mondja, hogy láda, hopper, tehát lentről a harmadikon fognak állni. Annyit tesz, hogy ez itt lenne a láda, hopper, nem jó. Ott lesz a jó. Ide kell egy láda. Oda kell a hopper, itt fognak rajta állni. Ide kell a dispenser. Így van. Így. És abba kell egy vedervíz. Pontosan ott, akkor már szedek még egyet, hogy legyen. Jó. Ide be is dobjuk. Már körbe is pakolhatjuk fával, hogy lássuk, hogy hol lesz. Így. Így. Ezt itten visszapakoljuk. Így. Itt meg, hogy ki ne jöjjenek a babacocák. Ott fognak állni. Így. Na most a jó. Itt fogunk tudni majd lesétálni a hopperhez, meg akkor ennél is kialakítjuk ugyanezt. Akkor annyi, hogy... Reméljük ők is annyira... Van ám búza? Van. Reméljük ők is annyira kedvesek és aranyosak lesznek, mint a cocák is elkezdenek maguktól bepattogni a helyükre. Egy, né? Na srácok, tessék megindulni. Egy kis pillanatot kérek. Ez gyönyörű. Imádom, felhívtak és gyakorlatilag kihaintott a játék. Valami oknál fogva engem. Nagyon, nagyon sűrűn kidob ez a játék. Pedig eredeti és elméletek mindennek jól kékkűn. Jól kellene működnie rajta. Mindegy, egy gyors újraindítás, aztán akkor már mehet is tovább. És remélem relatíve gyors lesz. És remélem, hogy legalább a malacokat elmentette. Mert ugye a múltkor is ez volt, hogy visszahajított egy nem tudom
kicsivel előrébb. Remélem, hogy a játék is úgy gondolja, hogy szeretne normálisan működni. Pörgősebben haladhatnál. Nem tudom, mostanság tényleg mi van ezzel a játékkal. Máskor meg több 10 órát lehet játszani, és semmit sem csinál. Vagy valamivel összeakad. Még az is benne lehet a pakliba. Bár mondjuk még nem is ajánlotta fel a Windows, hogy frissítsem a Jávát. Akkor nézzük, hova hajít vissza. Remélem, tényleg csak a malac rész legyen kész. A coca mennyország. Vagy remélem, be vagyok szorulva, valahova is meghalok. Hát még az is egy nagyon király dolog lenne. Na, hol vagyok én? What? Ezt én most nem feltétlenül érteni, de jó. Tehát akkor odáig jutottunk el, hogy ugye lebontottam és felépítettem mindent, viszont a malacok újraélettek. Zseniális. Jó, egy picit várunk, ha megint rálépett egy malac. Picit várunk, hagyj töltsön még a játék. Az lett volna, most nagyon jó, mert hogy ott még malac is van. És szerencsére pont beesik a tehenek közé, úgyhogy nem gond, majd az is egyszer onnan kipusztul. De hagyd békén, hagyjátok békén a malacaimat, a többit. Meg fussatok el, vagy... És most ugye itt azt lenne a jó tudni, hogy vajon tehén legalább esette bele, de hát nyilván nem. Miért esett volna bele tehén? De hát nem csak ilyen kevés van. Mindegy, ezt meg tudjuk csinálni, hogy... Tudj, gyertek ide. Erre a részre. Akkor szép lassan kezdjetek el oda belepotyogni, jó? Köszönöm a látogatást. Tegyétek már meg, léci, hogy oda úgy jó, egymá belepottyant. És toljátok bele egymást, nekem az is jó. Én ráérek. Ennyire. Legyetek benne legalább, ezt már nem merem szétbontani, mert aztán végén megint kihajít a játék, azt akkor... Kezdjetek el érdeklődni ebbe az irányba. Titeket kezdem leszűkíteni nektek a kört. Hoppá. Szocáim tök jól el vannak, nagyon jó. Megnézem, hogy nem-e az alatt az idő alatt a vas van termelt volna, de nem, szerintem azok az Iron Golemeket nagyon bezavarnak. Hogy ez az egy szerencsétlen, aki ott áll, mert beragadt. Még mindig csak egy bocivjad van ott bent? Hát ne idegesítsetek már. Mert szerintem itt a sarokban annyira nem vagy jó helyen. Na, 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 es már bele!
Helikopter, helikopter. Úgy mondom, egy lyukon játszad osztál, ez meg hát nem igaz, hogy nem bírtok belepottyanni. Még mindig csak egy szerintem. Mindegy, szép lassan majd úgyis belepakolják egymást. Az a rész ott jól működik, megnézem, hogy mennyi répám van. Le tudnék-e szedni annyit, hogy legalább egy picit tudjak szaporítani még rajtuk. Ó, hogy ne volna. Ó, de még mennyi. Tényleg, de még mennyi. Sűrűbben is lehet nézni itt ezeket. Sőt, ezt még a falusiaknak is tudok majd bedobni akkor. Ó, bőven. Azt a 64-es csomagot már oda is hajítom majd nekik. Jó, hát ha ennyi, akkor azt a 12 darabot még meghagyjuk magunknak. És sanszos, hogy csinálunk egy teljesen új Iron Golem farmot. Mert nem működik olyan jól, mint ahogy annak működnie kellene. De ahogy nem jössz ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ugye? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát akkor itt már mindenki megvan. Nekem belőletek összvisz majd 5 fog kelleni, úgyhogy már ez is nagyon pozitív. Egyszerűen nem akar. Nézzük, sikerült-e már lelögdösni egy-kettőt? Látom már igen, mert már átbagol. Egyik skin a másikon, úgyhogy... Ott van még egy, nagyon jó. Hát akkor titeket így szépen lassan megvárunk, hogy lögdössétek le egymást, addig bearatjuk a cukornádat, meg csinálunk ilyen dolgokat. Úgy is fog kelleni a könyvekhez. Az már tudja, hogy már legalább ketten bent vannak. Mert ennél azért itt jelentősebb több tehén volt. Jó. Ide. Ide. Magunkat elhajítjuk, az nekünk is nem fog kelleni. És akkor ezeket pedig visszadarálhatjuk megint. Szuper. Ezek így most nem fognak kelleni, akkor ide jöhet a pleasure plate. És majd ez az egy szegény coca majd egyszer eltűnik onnan. Oké. Okay. Nem
Menjünk, és akkor tegyünk le egy-két dolgot ide, ha van nálunk fölösleg, annyira nincs. Miért van nálam kettő darab hopper és kettő darab? Nem mondod, hogy beduplikálta ez a szerencsétlen. Akkor ez ugye ez a kettő, ez csak így ide került. Ezt így szépen kidobjuk, meg ezt is, meg ezt is. Mivel mindenhol megvan minden. Úgy majd azok onnan szépen eltűnnek. Na, és akkor már csak a birkák lesznek hátra. Te is megtehetnéd egyébként, hogy úgy megpróbálsz aludni amúgy. De hát, ilyenekkel nem foglalkozunk, mert úgy néz ki, hogy újra kell építeni, akkor magasabbra kell tenni. Na, már itt vagyunk, akkor dobáljunk le egy-két dolgot, ez nem fog kelleni, ez sem fog kelleni. Tudjunk el kisütni dolgokat, tudom én ezt, ja, ez nem arra van. Így. Tegyük le a cukornádat, le a répát, meg egy részét. Ezeket mire fogom így használni, de majd lehet, hogy lépcsőt építünk belőle. Jó. Egy gólem, két gólem. Ezek meg alig akarnak nőni. Ezt le is tesszük ide. Egy kérdés az, hogy aha, ezt a rohadt krumplit ezt nem annyira díjazza, mert ott nézd már! De jó. Magma blokkok. Jó. És akkor még a birkáknak kell megcsinálni a kis saját részüket. És akkor mennyit kell emelnem? Egy, kettő, három, egy, kettő, három, négy, és akkor öt. Akkor ugye chest, hopper, dispenser, csá. És ugye ott ugrál. Mondjuk adott esetben akár innen is tovább mehetek. Ugye így, azt mondja, hogy egyel arrébb. Egyel arrébb, egy, kettő, három, egy, kettő, három, akkor ide. Nem ezen a szinten, hanem jelentebb, így van, tehát akkor ide jöhet a chest. Rámehet a hopper. Hopper.
Jól állunk egyelőre, ide jöhet ő. Gyorsba felpattogunk, mert a vizet azt elfelejtette, hogy én gyűjtöttem. Mide? Így. Ezt így ide be. Jó, jó. Ja. Nem tudom mit. Itten körbeássuk. Körbe pakoljuk, így. Jó. És akkor lehetnek ide is a birkák. Sanszos, hogy ugyanazzal a megoldással fogom megcsinálni, mint a tehenekkel, mert az egész jól működött. Gyertek, srácok, gyertek! Ja, hát igen, csak itt egy kicsivel több a bari, mint ott volt a tehén. No. Na. Most, mi a... Menj onnan. Jó. Oké, majd ti is betuszkoljátok egymást. Ennyi bari egyelőre elég. Na, hát akkor jó szórakozást ott. Csináljátok a dolgotokat. Te ide tényleg nem spawnol? Tényleg nem spawnol. Aj. De amúgy nem lenne nehéz egyébként. Már ott járkál kettő. Három már, hagyjál már. Na, mert ti meg annyira izék vagytok, hogy már titeket se lehet észrevenni, hogy van-e valami. Nagy-nagy. Jól van, szép lassan majd belejöttök. Most csináljunk egy olyat, hogy akkor... Ugye egy, kettő, tehát akkor ott van a chest, így van, akkor egyen lentebb ásunk. Ezt itten betemetjük. Nem fog kelleni. Ezt meg nem akarom innen kicserélni, tehát egyelőre így jók leszünk. Lényeg az, hogy le tudunk jönni, aztán majd lesz alakítva, mint nagyjából mindegyik. És ettem már be vajon? Egy darab barna birka már esett be, az biztos. Na, lögdössétek magatokat tovább. De kipróbáljuk, hogy már a cocáknál. Ó, már lehet, nagyon jó. Jó.
Jó. Folyamatosan olyan, mint hogyha ott égne, de mégse gyűlik. Viszont ha már náluk igen, akkor már a teheneknél is. Így van. Szuper. Esette már be. Jó, már barna és fehér is van egy-egy benne. Úgyhogy most már azokat is fogjuk tudni fölfele szaporítani, úgyhogy nem sokára kész van ez is. Úgyhogy most már ezt is elkezdhetjük visszabontani. És pont eltört. Ó, kardal ilyen gyors. Már tudtam volna ezt hamarabb. Ó, csak elég sokat is elvesz. Aha. Most egyelőre nincs semmi, amit nagyon ki kéne égetnem. Ja. Úgyhogy, ott még a fák még mindig nem nőttek meg. A bambuszt elfogadja, mint... Jó, nem baj. Na, ti lögdössétek magatokat tovább. Meg valamit kezdeni kell, mert ennyi gólemmel tényleg nem tudom, mit csináljak. Mondjuk védik a falut, az már egy pozitív. A faluban biztos, hogy biztonságban leszünk. Egy Iron Golem, még egy Iron Golem, már három, nagyon jó, na még vagy négyet, aztán jók is leszünk. Na nézzük, hogy állunk. Kicsit megmozgatjuk a fantáziátokat megint. Na, még egy belepottyant, jó van, haladunk azért. Irdatlanul koncentráltam erre most, nem tudom miért. Elvileg oda nem tud bemenni. Jó. Na, hogy állunk? Ó, hát srácok. Hát erről volt a szó.
Induljatok meg felém, nézzük, hogy ti négyen még belepattantok-e. Bár így is ti nyertétek ezt a sétáljunk bele a lyukba versenyt. Bár ezeknek az Iron Golemeknek nem kéne belezavarnia. Mert ezek nagyon messze vannak onnan. Csak hárman vagytok, még egy belesétált, így van. Na jó van. Jó, csinálunk egy baltát. Még előtte. Őket is kivilágítjuk. Nem ide. Ide. És mit dobjunk el? Az a két darab bambusz nekünk nem fog kelleni. Ezeket innen így szépen eldaráljuk. Szuper! Na, akkor jöhet ez. És akkor... Itt a kis hajrá. Így, meg még akkor a répát is felhasználjuk a cocáknál. Náluk meg már szerintem ott járunk, hogy... Nézzük, mi az. Ja. Nézzük meg, hogy esetleg... Hát ő náluk még nem. Náluk van egy vödör. Meg föld. Jó, elvileg akkor mindegyik a helyén van, és mindegyik működik. Úgyhogy most már jók vagyunk. Ezzel a farmal, meg csak a kínban most jelenleg. Na, egy kicsit pakolásszunk le. Földből ennyi nem kell, cobblestone nem kell. Se nem kell. Sem kell. Ez jöhet ide. Bambusz. Alma. Ez ide.
A bőr is van már azért jócskán, szép számmal, úgyhogy is jöhet ide. Lassan már nem tudok mit hova pakolni. El kell kezdeni egy nagyobb raktárnak is az építését. Áll a jó égnek. Így. Ezt is eltesszük. Gigantikus mennyiségű répát is eltesszük. Na, kaján már legalább van. Jó. Na. Mondja, hogy a falusiaink azok egész szépen fel vannak szaporodva, és most már, ha mindig vannak vasúti sínjeink is, úgyhogy el tudjuk őket könnyebben juttatni A-ból B-be. Ami nagyon-nagyon hasznos. Csak majd ki kell alakítani nekik egy ilyen szállító útvonalat. De legalább már az állatok úgymond félautomatán húsit adnak nekünk. Most megvárjuk a legelső éjszakát, hogy ezek mind lefeküdjenek aludni. Hát, hogyha akkor az hát, ha akkor ismét sikerül beizzítani a Golem farmot. Ide átépít, oda átépítünk egy hidat. De hol gólemek? Na, még elugrálok addig a bómélért. Na, sikerült mindenkinek alvó pozíciót felvennie? Remélem, te ökört nem fogsz kiugrani megint. Hát, hogyha 9 darab bal, meg tudjuk növeszteni a fát. El tudjuk kezdeni kialakítani. Vagy legalábbis a nyersanyagot összegyűjteni. 2, 3, 4, 5, 6. Ez jó sikerült. Na mindegy. 9 darabban nem tudtuk megnöveszteni. Remélem nem egymás mellé kellett volna ültetni. Nem reméltek, mindegyiket lehet külön-külön is használni. És belendült. Akkor csak az volt itt a legnagyobb gond, hogy nem volt ezen a területen a falusi. Most már mindegyik ott van a helyén. Már egyéb iránt titeket is innen egy kicsit el kéne pakolni, mert kezdtek tényleg sokan lenni. Egy, kettő, ott még egy, az három. Már még valahol elkóricálva. Jó.
Na, azért egyből jobban belendült a farm. Azért azonnal már kettő Iron Golemet láttunk itt ellobbanni. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jön a kövi. Akkor spawnol le. Jó. Egész gyorsan, úgyhogy most remélem, hogy egy kicsit elkezd visszatermelni a farm. Ez már mind megnőtt, ez már mind megnőtt, úgyhogy ezt le is arathatjuk. Nyilván a rohadt krumpli az elsődleges. Már remélem, hogy ezek is innen eltűntek, igen, amik így pluszban nálam maradtak, miután kidobott a játék. Jó. Akkor ültessük újra. Ide is kialakíthatnám az automata részt, viszont nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy négy tehát, hogy négy oldalas legyen, tehát két oldalon krumpli, két oldalon répa, mert igazából kenyérre annyira nincs szükségünk, mert nehogy bekerüljön az egésznek a közepére egy Iron Golem. Lehet, hogy olyat fogunk megcsinálni, hogy közvetlen ezek mellé letenni az automata farmot. Hogyha már úgyis minden kaja itt termelődik, akkor már azok is itt termelődjenek. Ajaj. Jó van, gyorsan visszatermelte azért, amit vissza kellett termelnie. Úgyhogy lehetséges, hogy kialakítunk egy, hát ismét csak egy félautomata sütőrendszert. Oda egyből mellé a dolgoknak. Amihez viszont nem fog kelleni más, mint smoker. 64-eset kihozunk. Legyen ebből így egy 8 darab. Ehhez kell nem így kell. Hogy kell? Oh. Jó. És kell-e ehhez, azt mondja, hogy mennyi láda kell ehhez? Egy dupla chestből mehet kettőbe. Azt mondja, akkor négy dupla chest, ami annyit akar, hogy 8 darab sima chest, így van, és akkor 8 darab hopper. Elvileg. Mert ez így elég kettőre.
Most elugrunk, hozunk még vasat. Ugye annyi smoker kell, hogy nem is, bocsánat, annyi hopper kell, amennyi smokerünk van. Szerintem megint kell 4 darab. Jó. Jó. És egyébként gondolkozok, hogy mi a töknek kellett nekem 8 darab smoker. Mikor a krumplit, meg a húsokat tudjuk kisütni, és az 4. Mindegy. Mert jobb több, mint kevesebb. Szerintem egyből közvetlen ide mellé. Mert miért ne? Így. És így. Hogy néz ki? Hogy még nem is néz ki csúnyán. Megyünk egy adag. Valamiért gyapotot akartam mondani, de bambusz szerettem volna. És bocsánat, valamiért a gyapot jutott eszembe, de a bambusznak kellett volna. Nézzük, azt mondja, hogy van-e bambuszunk még. Ó, de még mennyi. És akkor igazából a bambuszt nem is kell nagyon messzire elhoznunk. Egy, kettő, hol lett a másik? Azt akarom megnézni, hogy jó, mind a kettőbe folyamatosan tölt, úgyhogy jöjjünk ide, aztán vágjuk ki a kivágnivalót, hogy a bambusz farmunkat jelentősen növelni kell majd. Mert végül is ezt össze tudjuk kötni bambusz farmmal. Amint lesz kvarcunk, és tudunk azt az érzékelő blokkot csinálni, akkor ide fölé tudunk csinálni egy automata bambuszfarmot, ami folyamatosan tudja őket tölteni. Ja, meg ide nem tettem. Szépen innen így a széléről el tudjuk kezdeni feltölteni. Mehet ez. Próbáljuk is meg. Jövünk aztán. Ide egy adag krumpli, meg ide egy adag krumpli. Aztán aludjunk egyet. Jézusom, egy, kettő, három, négy, meg biztos, hogy van ötödik is valahol. Majd elmúlik.
Szerencsére, hogy nem, túl messzire azért nem kóricálnak el, úgyhogy nem zavarnak be annak a működésében, bezavar a saját magának. Már kényszeresen elezünk. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor etessük meg az állatokat megint. Azért sem akarok egyébként kenyér. Ezt a búzafarmot megcsinálni automatán. Tényleg kenyeret tök fölösleges, mikor krumplit annyit termelünk, mint égen a csillag. Falusiaknak is tök mindegy, hogy mit adok. Na, kajáltassunk állatokat. Kezdjük a cocáinkkal. Nőjetek. Hogy ők már megvannak. Őnáluk már megvan a maximum limit. Tök jó, hogy mire körbeérek, így körbegugolva, még a kb. Meg is van etetve mindenki, akinek kell lennie. Au. Na, ők már elkezdtek termelni. Ők még nem, meg még ők sem. Még igazából tök mindegy. Szép lassan készülni fog a kaja. Jó. Ezeket meg ledobálhatjuk. Hat tyúk. Na jó van, így azért mégse állapot, mert itt kezdtek tényleg túlnyomó többségbe lenni, srácok. Mert hogy tartani attól folyamatosan, hogy véletlenül megütlek titeket, az mégsem annyira buli. Az az egy megmaradhatott. Így legalább egy kevés vasat is. Így is jön még új. Új adag Iron Golem még ide a faluba is, úgyhogy minden sokat nem számított, mondjuk. Ez ide jöhet. Ez jöhet ide, répa még mindig jöhet ide. Nem meg ide. Jó. Jelőre egész oké. Okay. Meg még csak véletlenül sem szeretne megnőni, úgyhogy próbálkozzunk meg megint.
mondjuk három darabbal messzire nem megyünk, de hát ha pont ez a három darab hiányzik ahhoz, hogy megnőjön. Nagyon szép, akkor hát ez a kettő. Kiütöm és oda teszem mellé, hát hogyha így hamarabb. Hamarabb gondolják úgy, hogy ők szeretnének megnőni. Remélem tényleg nem négy darab kellett belőle, mert az akkor egy kicsit rosszul esne. Igaz, hozok már neked hamit. Olyan nyugodtan üldögélsz ott már mióta is, hogy kukkot nem szólsz, úgyhogy megérdemled a finom husit. Egy kis kutyám, jöjjön. Jöjj itt meg akkor. No. Azt mondja, hogy hát szépen lassan, most hogyha minden igaz, akkor van cseppkövünk. Úgyhogy szerintem itt valahova ide, nem is ide, lehet ide, kialakítunk egy láva farmot is. Van vedrem. Van kettő cseppkövem. Akkor felhasználjuk oda ezeket is. Meg ezt is. És ennyi. Meg viszünk magunkkal. Ezt. Kicsivel többet. Így. Jaj, meg még üst. Azból meg elég kettő. Mert akkor, ha elkezdünk kellő mennyiségű lávát termelni a cseppkövekből, akkor, és azt nem tudom, hogy ez az a, ez a, ez a cucc kell-e. Hol van? Biztos, hogy van olyan blokkom, amin a cseppkő nő. Vagy nem. Úgy nézem, hogy leginkább nem. Csak cseppkövem van. Mindegy. Tehát, ha elkezdünk megfelelő mennyiségű lávát termelni, akkor innen menne át a híd, tehát ide akkor építhetjük is. Akkor kialakítunk ide egy nether portált. Tehát gyakorlatilag kiépítünk egyet. Mondja, hogy ami kell nekem az üst. Ide így. Ide így. Ha van föld, akkor van legalább építőblokkunk is. Így. Szünk oda mellé. Egy cobblestone-t. Így. Hogy ide jön a cseppkő, tehát. Elvileg így. Így. Egyet oda.
akkor ide jön bele a láva. Hát távolról sem szép, de hát na, ennyire fussa. Ha a célját teljesíti, akkor már nyert ügyünk van. Még egy vödröt. Kelljen kétszer rohangálni. Vigyünk, mert vödörből mindig kell. Valahol itt van még egy kovács műhely, amit rendszeresen elfelejtettem meglátogatni. Pont már mögötte ugráltam, de teljesen jó. Jobb. Így. És akkor elméletileg így működnie kellene, mert így akkor összegyűjti a lávát. Jó, hogyha úgy néz ki, hogyha ott ugrálok mellette, akkor annyira nem fog történni hamar semmi, de majd reménykedünk benne. Szépen lassan, úgy ahogy kell, az is elkezd termelni megint. Ja. Az is lehet, hogy egy Iron Golemot le van süllyedve, mert valamelyik ott. Cica. És most? Még semmi. Még egy Iron Golem. Már megint ketten vannak. Haladunk mét. Oké. Na, azt mondja, hogy ez nem fog kelleni, most ez sem fog kelleni. Ez pláne nem fog kelleni, ezeket is lepakolhatjuk így. Jó. El kell kezdeni kiépíteni egy raktárat is. Mondjuk jó lenne egy. El kéne kezdeni könyves polcokat is gyártani. Egy enchantress-t kialakíthassunk magunknak. Várjunk csak, nekünk van fire charge-unk, azt hiszem abból lehet a fire spotit megcsinálni. Akkor viszont következő streamben biztos, hogy a Nether lesz a fő opciónk, ahol majd átmegyünk. Kezdjetek már termelni picit gyorsabban. Hát. Nem tudom, minek jöttem ide. Mondjuk, ha már itt vagyok, akkor vágok egy kis bambuszt.
Viszont akkor a következőben akkor kvarcot fogunk gyűjteni minden mennyiségben. És akkor meg tudjuk csinálni az automata bambusz farmot közvetlenül ezek fölé. Hoppá. Közvetlenül ide. És akkor gyakorlatilag ez egy automatizált kajasütő rendszer lesz. Annyi, hogy a kaját kell beledobni. Összegyűlt. Majd a kis és maszedem is kifelé. Kell egy vödör víz. Ez nem olyan, hogy csak úgy gyűlik, hanem így. Jéj! Nagyon jó. Akkor alakítsuk is ki a helyet. Jó, inkább nem a lávával csapkodok. Na, hol legyen akkor a Nether portálunk? Hát... Én azt mondom, hogy legyen itt. Közben elhozom a maradék obszidiánomat. Kemény 5 darabot. Az oldalait még könnyű felépíteni a kapunak, csak a tetejét nem szeretem. És akkor itt 1, 2, 3. Mert elrontom. 4, 5. Így, és akkor innen építjük fel a maradékot. Szuper! Még egy megvan, nagyon jó. Jéj! Hozzunk egy kevés földet. Szám szerint lehet, hogy ennyire sem lesz szükség, de ennyire szükség lesz. Így. Oda megy a kövi adag láva. Hát akkor már magát a kaput most ebben a streambe megépítjük. De majd, és még megnézzük, hogy hova kerülünk. És akkor utána a következő részben meg Fire Respotit csinálunk. Megcsináljuk az első gyémántsákányunkat, hogy az is meglegyen. Láva, láva, láva. Ne, csak itt a domb szélén nem volt láva. Valahol, mert hogyha beleugrottam volna már majdnem párszor. Véretek, mert szakadék itt is van. Itt ugrálunk itt a... Kicsit lassan.
lassabban közlekedek, de nem igen. Jó, nem gond. Megvárjuk inkább szépen, hogy feltöltődjön aztán. Szerencsétlen egyetlen szabad falusi, aki tud járkálni. Nem gyűlt össze. Hát te veled ott mi történt? Értem. Én ennek a csávónak a frusztrációját teljes mértékben megértem. Nálam jobban szinte senki. Jó, akkor tovább várunk 3 adag lávára. Még erre elnézek, nem esetleg véletlenül találok. Mondjuk ilyen bajomban nem emlékszek, hogy nagyon lenne. Méhecskék, 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 méhecskék. Irgalmatlanul várom, hogy megteljenek ezek a hülye üstök. Ti megspawnoljatok minél többen. Kifejezetten több problémám nincs egyébként. Erre is elpattolok, megnézem, hogy véletlenül nem-e belefutok egybe. Csak így a falu közvetlen közelébe. A tojást azért felveszem. Nem nagyon úgy néz ki. Lángol-e valahol valami? Nem. Akkor mindegy. Akkor vissza. Egy már csak megtelt valahogy. Ugye? Nem. Ránézek. Akkor átmegyek oda a túl szélére a hegynek, aztán hát ha. Az a baj, annyira nem emlékszek, hogy mi hol volt. Mit hol találtam már meg. Itt van valahol a is átjárunk. Ja, ezt is jó lenne majd egyszer csak így be megjelölni magunknak, hogy amúgy itt tudsz átmenni.
lángol sehol semmi. Sehol semmi érdekfeszítő. Szia, ananász, pite! De csak találunk valahol egy nagyon icipici. Nagyon szépen köszönöm a követést. Ez egy teljesen új falu lehet? Ott erre járkáltam vissza, mert biztos, hogy nem ez volt, vagy ez volt az a falu. Nem ez volt az, vagy ez volt, nem tudom már. Igazából csak két vödör lávára lenne szükség. És ha itt van kovács, és van nála láva, akkor én már boldog vagyok. De erre a falura én mintha nem emlékeznék. Köszönöm szépen. Ezeknek vize van. Meg bőrgatyájuk. Ott talán, mint hogy van nálatok láva. Ha nem, akkor már én voltam itt. Nagyon jó. Hát akkor ezzel az egyel vissza is kocogunk. Nem, hardcore. Bár ezzel most nem pont azt mutattam meg. Hardcore, csak éppen most próbálok megépíteni egy nether kaput. És mivel obszidiánom nincs túl sok, meg már építettem egyet, csak kicsit távolabb, így elfogyott, és most lávával és vízzel próbálkozok. És nem sokára elhozom a nyergemet és az aranyló páncélomat, csak annak az érdekében, hogy végre már legyen lovom, és ezt a távolságot ne futva kelljen megtennem. Most már csak megint meg kellene találnom azt, hogy hol van a Jaj. Hol van a bejáratom? Á, már mindjárt kész a kapu. És annál több nagyon obszidiára egy ideig nem lesz remélem szükségem. Mert ugye egyet már építettem, egy kicsivel arrébb, az pont egy piglin bázisra néz rá. Gyakorlatilag, amire nem fog eszembe jutni a neve. És legutoljára, tehát az legelső alkalom, amikor lementem bányászni, gyakorlatilag az összes létező bányapók megtámadott, amit kifejezetten élveztem, úgyhogy most így egy ideig a bányászatot, mint olyant, az felfüggeszt, olyat felfüggesztettem. Úgyhogy egyelőre automatizálok dolgokat, és félautomatizálok dolgokat. Itt már azért épülget. Nagyon jó. Na, még két veder láva kell. Hát meg már az a kettő csak kitermeli időben. És vagy nem. Nagy. Most már csak van az egyikbe egy adag. Jaj, de jó, hogy nincs. Hát szépnek nem szép, de majd valahogy ki lesz dekorálva. Úgyhogy most kezdtük el gyakorlatilag építeni a kaput, mert addig azzal foglalkoztunk, hogy itt az állatok
biztonságos és jó helyre kerüljenek, valamint itt építettünk ki, hát megint csak egy félautomata sütőt, de amint sikerül a Netherbe lejutni és kvarcot szerezni, akkor ezt, hát úgymond magát a sütő részét azt lehet automatizálni, mert akkor ide átkerül majd a bambusz farm. És akkor ezeket ő szépen el tudja kezdeni magától feltöltögetni. Meg ide csak bepakoljuk a kaját, aztán sűr. Meg nyilván ezzel a kínszenvedős vasvarval is most elméletileg már sikerült belendíteni. Egyébként gyorsabban is csöpöghette, szó se róla. Nézzük, lemenni már annak annyira, hogy lehessen aludni. Azt mondja, ez bejöhet ide. Még nem. Még mindig nem. Akkor a kis utca nincs. Viszont a... Én meg pont PvP-ben. Egyáltalán. PvP-hez egyáltalán nem. Nagyjából úgy néz neki, hogy nekem rohannál fakarddal, én full gyémánt páncélban lennék, aztán köszöntöm szépen a lehetőséget, és így. El is repülnék. Jöjjön már egy kicsit gyorsabban. Jó. Meg is van, mit fogok csinálni. Valahol, ha még minden igaz, van, igen, van. Te jössz velem, meg te is jössz velem. Keresünk egy lovat. Mert úgy néz ki, hogy ez sokkal lassabban termeli a lávát, mint ahogy én azt elképzeltem. És szerzünk lávát. Akárhonnan is, de remélem. Mondjuk a közelünkben biztos nincs. És van valamerre, csak már elfelejtettem, hogy merre kellett ahhoz menni. Mondjuk a szavanna bajomba biztos, hogy van. Bárhol. Akár még most is belefuthatok, vagy nem. Egy igazán icipici lávató kellene nekem. Nem kell olyan nagy, csak pici. Ott van az a falu.
több esetben meglátogattunk, de hát az igen. Még ott nekem fel se tűnt, hogy az ott van. Cica! Hát ez zseni. Csak egy icipici láva kell. Köszönöm szépen, és szívesen várlak. Hogyha esetleg érdekel, akkor YouTube-on vissza tudod nézni az összeset. Ja, hát 2 óra. Így is már lassan, igen, már 2 órája megy, még azt mindenféleképpen. Kint van az oldalon. A YouTube is össze van kötve a Twitch-el, és a Twitch is össze van kötve a YouTube-bal. Tehát azt akartam neked mondani, 2 órája megy már a stream, még a hülye portált meg akarom csinálni már, mert most már felhúzott, hogy egyszer sehol nem találok lávát. Azt mindenféleképpen meg akarom csinálni, és meg akarom nézni, hogy hova kerülünk. Nincs mit. Mindig nem akar összegyűlni, nem akarom elhinni. Nem tudok megaludni. Hol elmentem lovat összeszedni, lovat befogni. Jopá. Ez zseniális, komolyan mondom. Köszönöm szépen, neked is szia! Egy icipici láva kell, bárhonnan, főleg az lenne jó, hogyha innen, ahol gyűjteném össze, de hát nyilván nem. Erre valahol. Véletlenül. Netántán. Tényleg tök random. Hát nem nagyon. Jó, most visszamegyek is, hogyha nem lesz a hülye üsbe láva, akkor a mai napra a streamet lezártnak tekintem. És akkor a következő stream elején
fogjuk mindenféleképpen megcsinálni a Nether portált. És hát itt nincs. Egy kaja. Még megetetem egyszer az állatokat, aztán akkor ennyi volt a stream. Nézzük meg, hogy a vasunk mennyivel termelődött vissza. Nagyon jó, megint van egy stack. Ezek ide bejöhetnek. Répánk az még nincs, akkor még visszaugrunk a búzáért, meg a répáért, amink van. Na itt, egy ilyen lentebb, az 38 az elég lesz, meg ebből is elég lesz. A következő streamben mindenféleképpen a Nether lesz a cél. Gyertek, focák! Mostan szerintem a bocik is már eljutnak arra a szintre, hogy termeljenek húsit. Mindjárt lenézünk. Úgy már van 15. Ó, és már ez is elkezdett. Nagyon jó. Akkor már csak a teheneket kell addig felszaporítani, aztán már a kajával mi meg is leszünk oldva. Egy gyors bambuszaprítás belefér még. Azért, hogy a következő streamet egész tiszta lappal tudjuk majd akkor indítani. Zsír. Szépen random elkezdjük nekik oda pakolgatni. Cica, majd azt is befogjuk. Creeperek ellen. És tényleg nem termelődött még. Na jól van. Akkor a következő Minecraft streamben biztos, hogy a Nether portállal fogunk kezdeni. Aztán mindenféleképpen meg fogjuk csinálni még az átjárót. Azt a kis hidat. De a kaja farm felé. Hát végül is nem a sima farmokat csináltuk meg, hanem az állatosokat, de már az is haladás, az is már fél automatán működik, úgyhogy a következő streamben pedig Nether. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor a következő streamben pedig találkozunk. Sziasztok!